Van egy történet Thomas Huxley biológusról, aki egyszer későn érkezett meg a városba, ahol előadást kellett tartania. Beugrott egy taxiba, ami abban az időben egy lóvontotta konflis volt, és oda kiáltott a kocsisnak. Vágtasson teljes sebességgel! A kocsis engedelmesen megpattintotta a ostorát, és a jármű vad vágtában csattogott végig az utcákon. Az elcsigázott Huxley nagy megkönnyebbülése helyezkedett el az ülésben egy pillanatra, aztán hirtelen felpattant. Hallja, tudja, hová akarok menni? Nem, nagyságos uram, válaszolta a kocsis. De olyan gyorsan hajtok, ahogyan csak tudok. Ijesztően sok ember él felgyorsult tempóban napjainkban. Rengeteg minden történik életükben. Mindig sietnek valahová. A tény azonban az, hogy túl sokan vannak, akik nem tudják, hova is sietnek. Fogalmuk sincs arról, hogy életük milyen irányba tart. Pontosan ez az oka, amiért Isten végső felszólítását intézi az emberekhez a Biblia végén, a Jelenések könyvében. A 14. fejezet 7. versében János apostol a következő szavakkal szólítja fel a világot Jézus eljövete előtt. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Ha van egy térképünk a városról, amelyben lakunk, és annak alapján próbálunk megtalálni egy helyet, de rájövünk, hogy a térkép rossz, mennyivel másképp viszonyulunk hozzá? Imádjuk, de kit? Imádni őt, aki teremtette a mennyet és a földet. Imádni mindennek teremtőjét. Isten kér bennünket, hogy egy kicsit lassítsunk le, és kezdjünk el gondolkozni azon, merre is tartunk. Amikor felismerjük azt, hogy Isten teremtményei vagyunk, kezdjük megérteni, miért is vagyunk itt, és merre tartunk. A mai kor embere azonban elfelejtette, hogy Isten a világmindenség, a világunk, mindennek és mindenkinek az alkotója. Egyesek azt mondják, a Bibliában feltétel nélkül bízhatunk. Mások azt mondják, hogy nem. Kinek van igaza? Ma milliók hiszik azt, hogy csak úgy kifejlődtünk. Évmilliárdok alatt növekedtünk egyetlen sejtből vízi állatokká, abból szárazföldiekké, majd emberré. Úgy gondolják, hogy minden véletlenül történt. Számunkra nehezen érthető módon. Azonban tudunk-e arról, hogy Isten adott egy jelképet, ami az ő teremtői munkájára utal? Adott valamit, ami hetente emlékeztet bennünket arra, hogy mi, a Földünk és az egész világegyetem az ő alkotása vagyunk. Amennyiben a Biblia igaz, örök sorsunk attól függ, hogy ezt elhisszük és elfogadjuk-e. Amit a Bibliából elhiszünk, meghatározza azt, amit Istenről gondolunk. Tulajdonképpen a heti emlékeztetőt Isten közvetlenül a teremtés hetének a végén hagyta ránk. De majdnem az egész világ elfelejtkezett erről az emlékeztetőről. Enélkül az emlékeztető nélkül legtöbben elfelejtkeztek arról is, hogy Isten az, aki teremtette a világot. Így aztán korunkban a Holdra küldenek embereket, hogy a világunk kezdetéről szóló nyomok után kutassanak. Óriási teleszkópokkal vizsgáljuk az étert, keresve a világ keletkezésével kapcsolatos kérdéseinkre vonatkozó magyarázatokat. Most azonban vegyük kézbe ezt a nagyszerű könyvet, a Bibliát, más néven Isten szavát. Vizsgáljuk meg, hogy a tények megerősítik-e annak hitelességét és belévetett bizalmunkat, vagy pedig kétségbe vonják annak igaz voltát. Mire való ez a megfeszített kutatás és a kiadások tömege? Mindennek a célja,
hogy választ találjunk legnagyobb kérdéseinkre. Egyedül vagyunk-e a világegyetemben? Hogyan kerültünk ide? Miért vagyunk itt? És hová tartunk? Ezek a kérdések a kutatások mozgatórugói. Pedig a válaszok a szemeink előtt vannak, csak hogy mi abban a világban élünk, amelyik elfelejtkezett eredetéről, számozására már nem emlékszik. Ennek a feledékeny világnak Isten azt mondja, emlékezz, emlékezz, hogy én vagyok az, aki teremtettelek. És hogy segítsek ebben, adtam neked egy jelet, egy jelképet. A történelemnek abban az időszakában, amikor az evolúció azt tanítja, hogy a véletlennek következményeiként vagyunk itt, Isten azt mondja, nem a véletlen alkotott téged, én teremtettelek. Lehet, hogy egyesek most azt kérdezik, tulajdonképpen mi az a jel, ami arra emlékeztet bennünket, hogy Isten a teremtő? Emlékezünk még arra, hogy amikor arról olvastunk, hogy a teremtés egyes napjain mit is alkotott Isten? A teremtés döbbenetes esemény volt. Hogyan alkotott Isten? És valóban olyan gyorsan teremtett? A Biblia megadja a választ. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt és meglett. Ő parancsolt és előállott. Mi alig ha értjük hogyan, de Isten képes volt pusztán a kimondott szava által életre kelteni dolgokat. Isten kimondott, vagy Bibliában leírt szavában teremtő és alkotó hatalom van. Ennek megértéséhez azonban előbb el kell fogadnunk, hogy Isten azért adta számunkra ezt a könyvet, hogy ezáltal közölhesse velünk akaratát. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. A teremtő 6 nap alatt hozta létre a világot, felöltöztetve az bokrokkal, fákkal, virágokkal és patakokkal. Napsugarat és dicsőséges napnyugtát hozott létre, éjszakára pedig egy nagyszerű holdat, hogy csodálhassuk. A legnagyszerűbb azonban a teremtésben az, hogy 2 tökéletes embert is alkotott. Micsoda tisztesség! Magának az alkotónak a képmására teremtettek. Isten megalkotta őket, hogy uralkodjanak a földön és mindenen, ami azon van. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt. Isten azonban még nem végzett. Volt még egy dolog, amit meg akart tenni. Figyeljük meg, amit a Biblia mond, mi történt a következő napon, a teremtés 7. napján. Mikor pedig elvégezi Isten 7. napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a 7. napon minden munkájától, melyet alkotott. És megáldá Isten a 7. napot, és megszentelé azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett Isten. Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek. Egyedül Isten tehet valamit szenté, és a Biblia azt mondja, hogy Isten megszentelte a 7. napot. Valaminek a megszentelése egy szent célra való elkülönítést jelent. Isten elkülönítette a szombatot a többi naptól. El lett különítve, mint szent dolog, teljes mértékben Istennek lett számba. Egyesek bizonyára csodálkoznak, hogy miért van különbség az egyes napok között. Nem mindegy, hogy melyik napot tartjuk meg. Lehet, hogy a következő illusztráció segíteni fog a válasz megtalálásában. Egy esküvő alkalmával egy hölgy oda szenteli magát, vagy elkülöníti magát egy férfi számára. Tegyük fel, hogy ez a te esküvőd. Nagyon izgatott vagy, már egy ideje csak ezt a napot várod. És tegyük fel azt is, hogy leendő belidnek van 6 lánytestvére. Az esküvő alkalmával egy hölgy külön egységet hoz létre egy férfivel. Ő el van különítve. Ettől kezdve ő már nem egy a 7 közül. Ő a megszentelt. A házasság kötelékében a férjének oda szentelt. Mi történne, ha az esküvő után a feleséged lánytestvérei közül az egyik azt mondaná? Mi különbség van? A 7 lány közül bármelyik éppen ugyanolyan jó, mint a másik. Mit mondaná? Van különbség köztük?
Jelent ez valamit a mennyasszony számára? Természetesen igen. Férként te azt mondanád, a mennyasszonyom nekem lett kiválasztva, megszentelve, elkülönítve és odaszámva. Így adta Isten is a parancsot egy közönséges nap 24 óráját, a hetedik napét, amit kiválasztott, megszentelt, elkülönített és magának szánt. A szombat egy megáldott nap és megszentelt nap. A Biblia alapján ez nem lehet bármelyik nap, hanem csak a hetedik. Krisztus itt a következőt mondja. A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Isten adta számunkra a szombatot azzal a céllal, hogy időt fordítsunk az emlékezésre, és felismerjük, hogy nem a véletlen szülöttei vagyunk. Isten az embert és minden mást ebben a gyönyörű világban 6 nap alatt teremtette. Ezt egy szent napnak szánta, amikor az ember és alkotója megújíthatják szeretett közösségüket. Az ember minden héten megemlékezett arról, hogy 6 nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a hetediken pedig megnyugodott. Isten kérte az embert, hogy emlékezzen meg erről, amikor saját ujjaival írta meg a törvényt. A 4. parancsolat Isten szent törvényének a közepén van. Isten azt mondta az emberiségnek, hogy megemlékezzen erről a napról, mert 6 nap alatt teremtette a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ha a szombatot a teremtés emlékünnepeként mindig megtartották volna, ma nem lennének evolúcióban hívők, hitetlenek vagy kételkedők. Emlékeztetve lettek volna hétről hétre a teremtőhöz fűződő eredetükre és kapcsolatukra. Ahogy a bűn elhatalmasodott a földön, az ember elfelejtette, honnan is jött, miért van itt és hová tart. Amikor ez történt, azt is elfelejtette, hogy hogyan kell élnie. Mózes idejében Izrael népe majdnem elfelejtkezett Istenéről. Elmerültek ember készítette bálványok imádásában. Isten csodálatosan megszabadította őket ellenségeik kezéből, és a pusztaságon keresztül végigvezette őket az ígéret földjére. A pusztaságban 2 dologgal szemléltette Isten a szombat lényegét. Ezzel szerette volna nekik megmutatni, hogy mit is szeretne, hogy tegyenek a 7. napon, a szombaton, amelyet értük hozott létre a világ történelem első hetében. Nem úgy tűnt, hogy értékelik Isten feléjük mutatott kedvességét és csodatetteit, de a szerető Isten mégis gondoskodott ételről számukra. És mondta az Úr Mózesnek, imén esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. Az itt említett kenyér köznyelven szólva manna. A 6. napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik, amit bevisznek, az 2 annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. És mondta Mózes és Áron Izrael minden fiainak. Estvel megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földéről. A manna éjszaka hullott, amikor leszállt a harmat. Reggel, miután a harmat felszáradt, manna borította a földet. Az emberek kimentek, és a kora reggeli órákban összegyűjtötték, aztán a megmaradt manna délre eltűnt. De várjunk csak, figyeljük meg, mi történt a 7. napon. Szedék pedig azt reggelenként, ki amennyit megehetik, mert ha a nap felmelegedett, elolvadt. A 6. napon pedig 2 annyi kenyeret szednek, 2 ómerrel, egyre-egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan, és tudtára adták azt Mózesnek. Ő pedig mondanékik, ez az, amit az Úr mondott. A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg. Ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. A 7. napot illetően, mondta Mózes, ma egyétek azt meg,
mert ma az Úrnak szombatja van. Ma nem találjátok azt a mezőn. 6 napon szedjétek azt, de a 7. napon szombat van, akkor nem lesz. A nép többsége Isten parancsa szerint cselekedett, de néhányan szombaton is kimentek mannát szedni. Figyeljük meg, hogy Isten mit mondott erre. És mondta az Úr Mózesnek, meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet? Lássátok meg, az Úr adta néktek a szombatot. Azért ad ő néktek 6. napon 2 napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, ki a maga helyén, senki sem menjen ki az ő helyéből a 7. napon. És nyugszik a nép a 7. napon. A szombat a teremtéskor lett intézményesítve, és Isten népe megtartotta, mielőtt még a sínai egyhez mentek, ahol Isten a 10 parancsolatot adta nekik. A kivonulás történetének 3. hónapjában Isten a sínai egyhez vitte népét, majd ott megjelent Mózesnek, és átadott neki egy üzenetet, amit szeretett volna, hogy megosszon népével. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Isten a legkegyelmesebb ajánlatát tette meg népe számára. Ha engedelmeskednek törvényének és parancsolatainak, különleges néppé és szent nemzetté válhatnak. Az egyik parancsolatot azért adta, hogy bizonyossá tegye, népe soha nem fogja elfelejteni teremtőjéhez fűződő kapcsolatát. Gyakorlatilag ugyanúgy a megemlékezzél szóval kezdődik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se balmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. A szombat a 10 parancsolat közepén a szívében található. A szombatnapja a teremtés emlékünnepe. A szombat egyidős a világgal. Isten sok áldást ígér népének, ha engedelmeskedik neki, és megemlékezik a teremtés emlékünnepéről. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Ha az ember megemlékezne erről az emlékünnepről, sok küzdelem, amivel szembesül, elfelejtett Isten értelmetlen élet, személyiség zavar, megoldódna. Nem lennének evolúcióban hívők. De szomorú azt mondani, hogy Isten népe elfelejtette őt az ő szent napján imádni, és elkezdte a kövek és veszők isteneit imádni. Elfelejtették, honnan származnak. A szombat helyes szemléletének voltak újjáéledései a századok során, amint Isten profétái Istenre, mint teremtőre hívták fel a újra és újra a figyelmet. Ésaiás hangsúlyozta, hogy Isten soha nem akarta leszűkíteni a szombatünneplést a zsidó népre. A szombat intézményesítve volt, mielőtt még a zsidó nemzet egyáltalán létezett volna. Isten ekkora áldást nem korlátozott csupán egy népcsoportra. Isten mindenkit, mindenhol hív, hogy emlékezzen és tartsa meg a szombatot vele együtt. Mindenki, aki megőrzi a szombatot, szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában, mert házam imádságházának hivatik minden népek számára. Sehol sem találjuk a Bibliában a 7. napot a zsidók szombatjaként. Jézus világossá tette, hogy ez a nap az egész emberiségnek adatott, amikor azt mondta, a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.
És Isten így szólt. A hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Jézus azt is mondta, hogy mert a szombatnak is ura az embernek fia, mert ő teremtette azt. Ez az, amiért János, a Jelenések könyve írója, az Úr napjának nevezte a szombatot. A szombat több, mint a teremtő és a teremtés emléke. Ez egy jel Isten és ember között. Az én szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Az, aki a teremtés hetében megszentelte a szombatot, ugyanaz a személy, aki a bűnös embereket megszenteli. Teremtőnk egyúttal megváltónk is. És Adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. A szombat azelőtt lett megalapítva, mielőtt a bűn megjelent a földön, és már azután is ünnepelik, hogy a bűnt Isten örökre száműzi. Mert mind az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr. Isten népe az örökké valóságon át fogja ünnepelni a szombatot, dicsőítve Istent, mint teremtőt és megváltót. Ha a szombat már a bűn földön való megjelenése előtt is ünnep volt, és az újjáteremtett földön is az lesz, akkor nem az az ésszerű, hogy Isten gyermekei most is megünnepeljék. Ha kérdésünk van Istennel és a szombattal kapcsolatosan, akkor megnézhetjük, hogy hogyan kezelte Jézus ezt a kérdéskört. Lukács elmondja nekünk, hogy mit csinált Jézus szombaton. Sméne Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. A Biblia azt mondja, hogy ez volt Jézus szokása. A Webster szótár a következőket írja. Szabbat, szombat, a hét hetedik napja, szombat. Ha a napot az Ádám és Mózes között eltelt időben megváltoztatták, vagy elfelejtették volna, Isten orvosolta volna ezt, amikor megírta a 10 parancsolatot a Sínai hegyen. Ha a nap eltűnt volna a Mózes és Jézus között eltelt időben, Krisztus minden bizonnyal helyesbítette volna a feljegyzéseket. Ha a nap megváltozott volna a tanítványok élete alatt, bizonyára írtak volna erről. És persze a zsidók, akik pontos történeti feljegyzéseket vezetnek, még mindig a hetedik napot ünneplik, vagyis a szombatot. A nyugalom napját sohasem kérdőjelezték meg Jézus földi élete során. Egyedül abban támadt vita, hogy hogyan ünnepelte meg. A rabbik eltorzították a szombat szemléletét nehéz és megterhelő szabályok felállításával. Jézus megkísérelte eltávolítani az ember alkotta elvárásokat, és bemutatni a szombatünneplés igazi jelentőségét. Amikor szombatrontással vádolták meg Jézust, mert embereket gyógyított meg ezen a napon, ő így válaszolt. Szabad tehát szombatnapon jó cselekedni. A Biblia azt mondja, hogy Jézus gyógyított és szolgált. A szombat arra szolgál, hogy teljessé tegyen bennünket, megszabadítva a bűntudattól, az előítéletektől és önzéstől, és békét adjon az értelmünknek. Arra szolgál, hogy helyreállítsa az Isten képűségünket, és visszairányítson teremtőnkhöz. Ezt a munkát jött Jézus elvégezni, és ez volt az, amit a tanítványok is végeztek, miután eltávozott közülük. A szombat igazi jelentését mutatták be Jézus követői az ő halálakor. A válságban Jézus barátai Isten parancsa szerint pihentek meg, és a szombat utáni órákra hagyták Jézus testének bebalzsamozását. És ez a nap péntek volt, és szombat virrad alá. Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézzék a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítének fűszerszámokat és keneteket.
A szombatot megelőző napon Jézusba vetett reményük összetört. Szemtanúi voltak kegyetlen kereszt halálának. Álmaik és reményeik egy sír sötétjében feküdtek. Szerették volna bebalzsamozni Jézus holttestét. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz mennének, vivén az elkészített fűszerszámokat. Vegyük újra szemügyre annak az emlékezetes három napnak az eseményeit. Péntek. Jézus meghalt, az asszonyok előkészítették a fűszereket és olajokat. Szombat, a nyugalomnap. Jézus a sírban pihent, követői is megpihentek. Vasárnap, a hét első napja. Jézus feltámadt a halálból. Az asszonyok elmentek bebalzsamozni Jézust. Nem lehet kétség afelől, hogy melyik nap volt a nyugalom napja Jézus halálakor. Jézus a felkészülés napján a kereszten függve felkiáltott. Elvégeztetett. Krisztus elvégezte a megváltás munkáját. Szombaton a sírban nyugodott, vasárnap, a hét első napján pedig feltámadt. Jézus még halálában is megtartotta a szombatot. A sírboltban pihent ezen a napon. Amint megállunk a kereszt mellett, az az érzésünk támad, hogy nem mindegy, melyik napról van szó. Ha a nyugalom napját meghamisítják, az olyan, mintha a teremtést, a Sínainál történteket és a Kálváriát, magát hamisítanánk meg. Igenis számít, hogy a hét nap közül melyiket ünnepeljük meg. George Vandeman, keresztény szerző írta, milyen hatással van ránk látva az ő követőit, amint elutasítják a megszentelt órák munkával való megszentségtelenítését, még a szeretetből fakadó munkáról is van szó. Hogyan hat ránk, amikor látjuk magát Jézust a kereszten meghalni azért, mert a törvény még az ő élete megóvásáért sem szeghető meg? Hogyan állhatunk a Kálvária lángoló fényénél, és mondhatjuk, hogy nem számít? A Teremtő azt mondta, emlékezz! Mégis hányan elfelejtik? De Isten szándéka nem ez volt. Jézus azt várta el, hogy a keresztények minden időben megtartsák a szombatot. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. Jézus arra számított, hogy időszámításunk szerint 70-ben, amikor Jeruzsálemet lerombolták, a keresztények még mindig meg fogják tartani a szombatot. Tesszalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájuk. Pál pedig, amint szokása volt, beméne hozzájuk, és három szombaton át vetekedék velük az írásokból. Egy másik szombaton, amikor Pál prédikált, néhány pogányember jött hozzá egy kéréssel. Kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten igéjének hallgatására. Az apostolok cselekedetei tulajdonképpen 84 Pál által tartott szombati közösségi alkalmat jegyez fel. A szombat aranyfonálként fut végig Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, amely bemutatja azokat, akik felkészültek a Jézussal való találkozásra, az ő második eljövetelére. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jézus azt mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És a parancsolatok egyike így szól, hogy megemlékezzél a szombatnapról. Ha Isten teremtőnként imádjuk minden hét hetedik napján, szombaton, akkor soha nem felejthetjük el, honnan jöttünk, vagy hogy kiteremtett bennünket és a körülöttünk élő világot. Ha hetenként megtartjuk a szombatot, soha nem kell majd azon tűnődnünk, kik is vagyunk. Isten a világegyetem királyának fiai és leányai. Soha nem kell azon tűnődnünk, hogy kerültünk ide. Azért vagyunk itt, mert Isten akarta, hogy itt legyünk, mert az ő alkotásai vagyunk. Ugyanaz a Jézus, aki emlékezésre szólít, kitárja felét kezeit, a kezeket, amelyeket egyszer a bűneiért szegeztek át a Kálvárián, és gyengéden szólít, kövess engem! Követed a Teremtődet?
engedelmeskedsz parancsának, hogy megemlékezz a szombatnapról, amelyet a számodra készített? Kész vagy-e imádni minden héten mostantól fogva, amikor a hetedik nap a szombat elérkezik? Követed-e Jézust és az apostolok példáját az alkotó hetennapi szombat imádatában? Barátom, a szombat nem egyszerűen arról szól, hogy melyik napot ünnepeljük meg. Ez Jézus követését jelenti minden tekintetben. Ez azt jelenti, hogy Ádám és Éva mellett állunk, amint az Édenben ünneplik az első szombatot. Ez azt jelenti, hogy Istent, mint teremtőt dicsőítjük minden szombaton, mindannyian Péterrel, Jakabbal és Jánossal együtt. Ez azt jelenti, hogy Isten végidei népének tagjai vagyunk, akik a jelenések könyve szerint megtartják a parancsolatokat. Szeretnéd azt mondani? Igen, Jézus, melletted állok. Téged teszlek az első helyre. Követlek téged végig az úton.